Üdvözöllek benneteket, én Tomo Zoltán vagyok, a Siriusnak a tulajdonosa. Újra itt vagyunk Unpesszére, a 12 Rasszer Kft-nél. A többedik gépet hoztuk most ide. Van egy típus, amiből itt van jó pár darab, ez a MIGPULSZ 501 DP típusunk. Habár most egy 501 SPS-t hoztunk ide. Velem van itt a cégnek az egyik heggesztője. Molnár Dánielnek hívják. Mondtad, Dani, hogy 3 éve dolgozol itt, ugye? Így van, igen. 3 éve vagy itt. Másfél évesek kb. A legrégebbi impulzus gépeink itt nálatok. Mi a véleményed róla? A véleményünk az, hogy nagyon jó, nagyon nagy teljesítmény, ugye nagyon nagy anyagokkal dolgozunk. A beolvadás ugye impulzussal heggeztünk, és így igazából a 2-3 milliméter is megvan belőle. Uh-huh. És az előnyei az ugye, hogy nagyon hosszú vasakkal dolgozunk. És ugye... Ez látszik is itt nálatok, hogy... is, és ugye az a jó ebbe a gépben, hogy még ez összesen nem is tudom milyen hosszúságot tud, 10-12 métert, ha a fejettséget is le tudjuk róla venni. Hát itt látok, 5 méteres összekötő kábelek vannak, szerintem egy olyan, így van, maximum 12 métert át tudtok vele fogni. Az nekünk nagyon jó, igen, mert kb. Majdnem akkora a teljes hosszunk, néha dolgozunk többel. És igazából a kezelhetősége az nagyon jó. Egyszerűbb állítani őket egyébként? Egyszerűbb, igen. Uh-huh. Így van. Meg ha valami véletlenül elmegy, ugye vannak benne funkciók, amivel könnyebben vissza lehet állítani a gépet. Uh-huh. De valami nem. Másfél éves idő alatt, amióta itt vagy, voltak problémák a géppel? Úgymond problémák nem voltak, mert a gépek működtek egyfolytában. Amit észleltünk, egyből szóltunk a cégnek, ugye, és felvettünk velünk a kapcsolatot, eljöttek a gépért, és utána egy hét múlva már meg is kaptuk a megjavított gépet. Így van, tökéletesen. Jó, tehát ha volt probléma, akkor megoldottuk. Így van, teljes mértékben. Okay. Egyébként többi kollégád is elégedett ezzel a géppel, ahogy beszélgettek itt egymással? Tehát szeretik ezt a gépet? Így van, van többfajta gépünk, ugye a Siriuson kívül is, Merkel gépek, ami nem impulzusos. Hát a heggesztőink azokat jobban szeretik az impulzust, mert ugye kevesebb a cunder, és így kevesebbet is kell nekik cunderálni. Meg ugye valójában az a hosszú munkakábelek véget, ugye, hogy lehet ezt bővíteni. Ugye a többi Merkel gépünkön nincs ilyen fejegység. Világos, hát nem különelőtolós, hanem csak kompakt. És ugye azért az ilyen nagy testű gépek azért, ugye az a súly, az még húzgálni, a kábeleken át húzgálni, és ez így neki könnyebb is, meg gyorsabban is tudnak haladni vele. Így van. Jó. Én megköszönöm, hogy ezt elmondtad, a véleményedet. Köszönöm, hogy a bizalmatokat adtátok, meg még továbbra is fennáll ez a bizalom, remélem. Persze. Oké. Köszönöm. Egy kis ajándékkal azért elbúcsúzunk tőled, a születésnapod alkalmából. Köszönöm szépen. Kapsz egy ilyen kis Siriusos lámpát. Ó. Parancsolj. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Sziasztok!